Szerbusztok, kedves valák, maják, tündék, emberek, törpök, orkok, dunadánok a vadonban. Köszönöm, hogy eljöttetek ilyen szép számban, és talán már tudjátok, hogy mennyire spirituális térképként és útmutatásként látom Tolkien minden művét, és nagyon-nagyon örömömre szolgál, hogy ismét előttetek beszélhetek. És ígérem, amit én mondok, az lesz a rövidebb, és ami a ti kérdéseitekből összeáll, az legyen a hosszabb. Úgyhogy az ígért cím az, hogy miért nincs mítosz a zenben, és mégis miért van annyira szükségünk mítoszokra, hőstörténetekre. A zen ezt a pillanatot tartja a legfontosabbnak, ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő, ebben a pillanatban döntünk, hogy mit mondunk, hogyan érzünk, mit teszünk, mit gondolunk. Amikor identitást keresel, akkor nagyon fontos a múlt, a jelen és a jövő, hogy ki voltál, ki lehettél a múltban, mint egyén, mint család, mint nemzet, mint ember, és kik vagyunk mi, és kik leszünk mi. Viszont ahhoz, hogy egy identitás fölötti valóságot megismerj, ahhoz nem kell sem a mítosz, sem a legenda, sem az ábránd, sem az álom. Ahhoz meg kell ismerni, hogy mi az, ami a mítosz legyártja, mi az, ami álmodik, mi az, ami ábrándozik, és mi az, ami a realitás talajára ismét visszatér. És épp ezért, hogyha megnézed a zen terjedését, ami a buddhizmus északi átadási vonalával nagyrészt megegyezik, ezért ott megláthatod, hogy a zen szellemisége minden mítoszt és minden történetet elfogad, tolerál, és a maga kultúrájában a megfelelő helyre tesz. Viszont nem alapoz rájuk. Ne egy múltbeli legenda vagy mítosz döntse el, hogy te neked kinek kell lenned. Legyen az a te saját szabad döntésed. És a mítoszokra szükség van akkor, amikor például térképet kell rajzolni az úton, de azután már te döntöd el, hogy a térkép segítségével merre mész. És épp ezért nincs óriási múltbéli teher, vagy kötelező tanítási anyag a zenben. A zen meditációja közvetlenül az ember tudatára irányul, és ezért nem támaszkodik az írásokra. Az ember tudata, az ember önvalója az ebben a pillanatban csak is itt és most megtapasztalható, megismerhető valami. És ahhoz, hogy ehhez közel férkőzzünk, pont a mítoszokat kell eltakarítani az útból. Pont az álmok és ábrándok lehetséges valóságok fölé kell emelkedni, nem ezek kárára, hanem inkább mindannyiunk javára. Amíg illúzióvilágban élünk, addig a valóság károsodik, mert elfedtük a szemünket. Hogyha a realitás talaján élünk, az azt jelenti, hogy megfelelően ismerjük fel a helyzetet, teremtünk kapcsolatot és cselekszünk. Mi hát akkor a teendő az ember oldhatatlan kíváncsiságával, a mítoszra való igényével, a szimbólumok iránti oldhatatlan szeretetével? Hát lehetőleg olyan szimbólumokat gyártsunk, amelyek a ragaszkodást csökkentik, és önmagukat később feleslegessé teszik. Olyan mítoszt adjunk tovább, amely a történetiséget meghaladja, és rávilágít arra, hogy ki vagy mi az, ahonnan ez származik. És érjünk el valamit, ami ahhoz hasonlít, hogy felszállsz a hajóra, és elmész arra a tiszta földre, honnan már nem kell visszatérni. Hiszen amikor a történet befejeződik középföldén, akkor azok, akiknek már ott nincs dolga, ők a szürke révben felszállhatnak a hajóra. Nincs több újraszületés, nincs több karma, mehetnek arra a földre, amely szimbolikusan létezik csak, mint föld, hiszen egy olyan tudatállapot, ahonnan kötelező újraszületés, szamszárikus feladat, házi feladat már nincs.
Innen van a szabadon választott inkarnáció, vagy éppen testesülés lehetősége. Úgyhogy itt szeretném a bevezetőt abba hagyni, mikor a kíváncsiságban egy kicsikét a tetőfokára kezd hágni, hogy ugyan már miről szólhat ez a dolog. És a hiba és hiányosság eshetőségét fenntartva szeretnék a kérdéseitekre válaszolni. Legyen az bármiféle összehasonlító vagy önálló kérdés a kölcsönösen művelt területekről, mint meditáció vagy Tolkiennek a gyönyörű örökség, amit ránk hagyott. Csak elkezdtem gondolkodni azon, hogy ugye a Tolkien mitológiában a tündék Mandos csarnokába vándorolnak, és onnan kezdenek egy új utat, hogy ez a buddhista szempontból vett reinkarnációval milyen párhuzamba állítható, vagy hogy lehet ezt a párhuzamot megfogalmazni. Nézd, itt maga a buddhizmus sok olyan kultúrába ment, ahol eltérő értelmezése van a reinkarnációnak, vagy éppen hiányzik. Gondolok itt a nyugatira. Tehát arról szól a Mahayana eszkatológia, vagy éppen a halál utáni tanítás, hogy a karmád függvényében bizonyos birodalmakat bejársz test nélkül. És amilyen karmát, amilyen sorsot összeraktál magadnak, pontosan olyan birodalomba kerülsz. És utána az egy következő kérdés, hogy milyen testben, mi módon születsz újra. Két tanítást idéznék a régi kínai zenmesterektől. Az első, hogyha a kígyó issza meg a vizet, a víz méreggé változik. Ha a tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz. Na most próbát teszünk, hogy melyik lesz itt a... Ha emberi tudatot hozol létre, emberi testet kapsz. Ha állatit, akkor állatit. Ha orkot, akkor orkot. Tehát ez nagyon fontos, hogy amilyen tudattal élsz ebben a testben, az mint a vektorgrafika szépen meghatározza, hogy az eredő mi, és hogy milyen irányban indul a lélek, miután kilépett a testbe. És a másik ilyen tanítás, amit szeretnék idézni, hogy vigyázz, hová lépsz. A folyók lefelé folynak a tengerbe, a felhők felfelé szállnak az égbe. Tehát ez summázza azt, amit az előbb elmondtam. És az, hogy ez részletesen hogy van, hogy a kínaiak mit gondolnak, a japánok, a koreaiak, ezt most részleteiben nem tárgyalnám. De az, hogy a buddhizmusban nagyon relatív, tehát okozati síkon dől el, és nem egy abszolút, ugye kártyaasztalon le van osztva mindenkinek, hogy milyen sorsa van, ez biztos. Ez nem csak azért van, mert mindenkinek van szabad akarata, akárhogy használod, és akárhogy érzed magad ezután, hogy szabad voltál. Ez a szabad akarat felbordítaná az abszolút leosztást, vagy a sorsszerű elméletet. És erről nem csak Schopenhauer értekezett nagyon okosan, Nietzsével úgy karöltve távolra, hanem ha megnézed mindenféle előtanulmány nyugati vagy keleti filozófia nélkül, hogy mi az, ami szabadságodban áll, mi az, amit eldönthetsz. És ekkor óriási távlatok nyílnak meg. Csak ekkor kell az illúziót az illúzió kosárba tenni, és a realitást a realitás kosárba. Mindegyiknek megvan a maga szerepe. Egy gyermek nem élhet tündérmese nélkül. De egy felnőttet megbékjóz a ráerőltetett tündérmese. Úgyhogy teljesen rajtad múlik, hogy a lelkedben mi van, mihez ragaszkodsz, mit engedsz el, kinek tartod magad, ki vagy valójában, és ennek függvényében kapod a következő testet, amit szépen kiérdemelsz magadnak. És itt is, és mindenhol van választási lehetőség. Honnan tudod, hogy az emberi élet egyetlen látható szakaszából sem hiányzik a szabad akarat? A legbrutálisabb újraszületéseknél is van akarat, mert lélegzik, mert eszik, mert iszik, alszik, birtokol, védekezik, szaporodik, minden. És ha egy másik nézőpontból megnézed, tragikus az élethelyzet. És még így is akarja, még így is kell. Jó?
Tehát valamilyen szinten mindig döntünk. Na, föl kell ismerni, hogy hogy döntesz, és hol döntesz. És nem az, hogy jaj, hát a körülmények áldozata lettem. Oda te bekerültél, azt te létrehoztad. Azzal valahol egyetértettél. És ekkor kibontakozik az a sors, amit magadnak kovácsolsz. Az újraszületés is ilyen. Tehát, ha létrehozod az újraszületést, akkor van. Ha nem hozod létre, akkor nincs. A buddhizmusban van 6 keletkezett világ, ahol mindenkinek van valamilyen szintű maradvány karmája, azaz házi feladata, ami miatt újabb és újabb születéseken megy keresztül. Ez a középső 2 láthatóval együtt 6 birodalom, a látható az emberi és az állati. Az az alatti a démonok és a pokollakok, az a fölötti a félistenek és az istenek. Ez a Mahayana buddhizmusban egy teljesen elterjedt és általánosan érvényes meglátás. E fölött, a 6 keletkezett világ fölött van a pratyeka buddhák, srávakák, bodhiszatvák, buddhák birodalma. Ez azt jelenti, hogy ezen küszöb fölött már nincs kényszerű újraszületés, sem fizikai, sem energia, sem mentál testben. Befejezte a karmájának a házi feladatát, lerakta a terhét, és ezen születés és halál kényszer küszöb fölött teljesen szabadon dönt arról, hogyha testesül, akkor hova, ha pedig nem, akkor marad ugye pusztán mentál testben, és úgy tevékenykedik, ahogy sem. Úgyhogy ez a 4 szakszó szanszkritul azt jelenti, hogy hallgatók, akik a hallgatás által mindent a percipiálnak, felfognak, az önerejükből megvilágosodottak, pratyek a buthák, bodhiszatvák, akik visszatérnek önhatalmulag és saját akaratból segíteni erre a világra, és a buthák teljesen megvilágosodottak, akiknek már ilyen dolguk sincs, mert ezt is befejezték. Tehát a születés és halál kényszerküszöbe fölött nem csak 4 féle lény van, amit most elsoroltam, de ezzel a 4 attribútummal legalább mindegyik rendelkezik. És itt már rokon vonásokat lehet felfedezni a Tolkieni univerzum, annak szerkezete és annak működése között. Tehát egy nagyon harmonikus, tényleg visszatérve a Tolkieni mitológiára, a monoteizmus, politeizmus, non-teizmus nézeteit teljesen magába olvasztó, harmonikusan kibékítő univerzumról van szó. És ezért tartom magam is egy spirituális térképnek azt, amit ott olvastam, és szerencsémre már 16 évesen sikerült elolvasni, amikor nagyon formatív ugye, tapasztalatok érhetik az embert. Tehát az első nagyon komoly kérdés, mint minden gyereknél, vagy még gyermek ilyen gondolkodó felnőttnél, az a szerep felvétele. Tehát milyen szereped van a regényben, vagy regény folyamban? Ki vagy az adott mitológián belül? Kivel azonosulsz? Ki szeretnél lenni? Mit szeretnél csinálni? Van-e különbség a között, aki valójában vagy személyiségedben, és aki szeretnél lenni? Általában van. És ehhez nagyon jó térképet ad, ugye ez a gyönyörű hármas, a Silmarilok, a Gyűrűk ura és a Hobbit. 3 oldalról veti föl azt a kérdést, hogy honnan jöttünk, mi az utunk és hová megyünk, mind testben, mind azelőtt, mind azután. Egyéb kérdés? Nekem csak egy ilyen érdekes elképzelésem volt, ugye a születésről beszéltünk, az újjászületésről, és mi van a korai halállal vagy halva születéssel? Az is egy megérdemelt karma. Tehát kiérdemelt, megtermelt karma, akkor ő annyi időt kellett, hogy abban a testben töltsön, főleg, hogyha látszólag nagyon kevés szabad akarati döntése volt, gyermekhalál, korai baleseti halál, halálos betegség, 7 év alatt. Tehát ezek mind olyanok, hogy előző életben eldöntött karmák. És innentől kezdve látható az, hogy milyen ok és okozati sugár van egy körön. Ezt ahhoz hasonlítom, hogy eldobsz egy bumerángot, és hogyha jól csinálod, akkor még 30 másodperc múlva visszajön. De ha úgy dobod el,
hogy egy óra múlva jön vissza. Nem biztos, hogy rögtön észreveszed, hiszen telefonálsz közben, meg egyéb teendőid vannak, és akkor egy óra múlva visszaérkezik. Ha úgy dobod el, hogy az életed végén ér vissza, valószínűleg nem emlékszel rá, hogy a gyerekkorodban eldobtad. És ha úgy dobod el, hogy a következő életedben ér vissza, akkor nem is jössz rá, hogy azt te csináltad. És ez látszólag derültékből a bumeráng csapás. De attól függ, hogy a karmád milyen sugarú körön ér vissza hozzád. Amíg van én, addig van karma. Feloldod az egoitásodat, a feloldás folyamatában megtisztulsz az összes karmától, hiszen az egoitásod nem más, mint megkötött, megszilárdított, identitással összeragasztott karma tömeg. Nincs önálló léte, feloldod az azonosulást, az olyan, mint amikor a téglafalban megszűnik a malter, és az egész úgy, ahogy van, magától szét tud esni. És nem te esel szét, az egoitásod esik szét. Az más. Csak néha úgy tűnik, hogy a kettő ugyanaz. Hát a másokra való hatás, az hogy működik? Tehát, tegyük fel, mondjuk egy korai születés van, de ott vannak szülők is, és akkor tudom, ez már az ő karmájuk, de mégiscsak egymásra hatnak. Bizonyám. Bizonyám, egymással kell lesz le játszani. Érdekes, így van. Ilyen is megfordul a fejemben, mert ugye ez ugye hatás kölcsönhatásban. Bizony, így van. Tehát egymásnak törlesztünk. A legkülönfélébb karma van. Például valakihez születik egy gyermek, és az élet első 3 évét nagyon súlyos betegségben tölt, és utána elhalálozik. És közben a szülők rengeteg energiát beletesznek, mert életben akarják tartani, meg akarják gyógyítani, stb. 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 Ez mind valami előzőnek a visszafordulása. Valami előző adósságnak a törlesztése. Nincs okozat ok nélkül. És nagyon komolyan kell látni, és nagyon őszintén meg kell látni, hogy vajon mi lehetett az, ami ezt okozza, de világos, hogy nem a puszta oknyomozás kell ide, hanem az, hogy ebben a pillanatban meglássam, hogy mi a valós helyzet, mi a helyes viszonyulás, és mi a helyes cselekvés. Főleg ilyen, hogy születik hozzád egy gyermek, akit nagy szeretettel vár apa és anya, és iszonyatos születési rendellenesség, hiba, betegség, nyomorúság, és akkor is szeretni kell, ápolni kell, és a többi. Mindegy, hogy milyen előző életbeli indoka volt. Akkor benne van az elfogadás is valahol, hogy minden úgy van jól, ahogy van? Nem. Ha minden úgy van jól, ahogy van, akkor kinhagylak éjszakára, és fagyjál meg. Az is jó. De nem úgy van jól. Tehát itt az aktív, cselekvő hozzáállást, azt nem lehet helyettesíteni semmivel. Ha pedig tényleg minden úgy van jól, ahogy van, beleértve azt is, hogy ami nincs jól úgy, ahogy van, azt megváltoztatom, akkor innentől kezdve ki van pipálva, számláló nevező ugyanaz, és eltűnik a tört. Eltűnik az egész. Tehát ha ezt odáig tágítod, hogy minden benne van, akkor hirtelen semmi nem lesz benne. Jó? Ezért az általános érvényű spirituális igazságok határait meg kell látni, és az általánosból lesz konkrét, hogy van olyan helyzet, ami úgy van jól, ahogy van, és van olyan helyzet, ami nem. Kutya, macska van a házban? Nincs. Ha lesz, akkor majd meglátod, hogy mi az, ami úgy van jól, ahogy van, és mi az, ami egyáltalán nem jó, hogy úgy van, ahogy, és fel kell takarítani a padlóra. Tehát, jó? Oké, ez csak ilyen nagyon szélsőséges volt, csak egy ilyen elképzelés. Szélsőség, még csak bele se kóstoltunk a szélsőségekbe. Oké, hagyjuk. Egyéb kérdés? Na jó. Bárkita? Akkor nekem lesz ez tulajdonképpen egy ilyen, akár gyakorlatinak is nevezhető, teljesen apróságnak tűnik. A beszédedben említetted valahogy a dolgok elkendőzését, vagy amikor kendőt eresztünk a szemünk elé, valahogy így fogalmaztad. És engem már egy ideje foglalkoztat a saját apró félelmeinkkel való szembesülés. És most egy olyan valóban kicsi dologra gondolok, hogy amikor nagyon nehezen viselem az erőszakot. Az erőszak bármely látható formáját, nem látható az is nyilván, de most a láthatóra gondolok. Amikor nézel egy filmet, kalandfilm, akciófilm, még a legártatlanabb kalandfilmekben is előfordul erőszak.
És ülök a moziban, és rutinos filmnézőként, meg moziba járóként nagyjából tudom, hogy mikor jönnek csihi-puhi, testnedvek folynak jellegű jelenetek. És ezt annyira nehezen viselem, hogy én olyankor becsukom a szememet, meg eltakarom a szememet. A saját spirituális épülésemnek, vagy saját magamnak mikor teszek jobbat vajon? Ha azt mondom, hogy erős vagyok, és végignézem az ilyen erőszakos testnet folyós jeleneteket, vagy pedig hagyhatom így a kvázi galamb lelkemet, hogy eltekintek az ilyen dolgoktól. Azzal tisztában vagyok, hogy úgy lenne a legjobb, ha azt mondanám, hogy ez úgy is megtörténik, fogad el, látni kell. Mikor teszek a jobbat vajon, hogyha elfogadom és megnézem, vagy ha nem? Érzékeny. Uh-huh. Igen. Na most, ha az érzékenység mellé erő is párosul, akkor helyben vagyunk, ha nem, akkor az érzékenységeden keresztül téged rommá lehet lőni, moziban vagy azon kívül. Tehát amikor azt mondjuk az zenben, hogy a tantient erősítsük meg, ez a fának a gyökere, akkor az ahhoz kell, hogy a szélvihar ne téphesse ki a lombon, az ágon, ugye. Azon keresztül rohan a szélvihar, és hogyha nem elég erős a gyökérzet, az egészet úgy, ahogy van, ki tudja dönteni. Ezt hívjuk sokknak az életben. Az zenben pont azért tartjuk itt a kezet, és azért hozzuk le ide az energiát, hogy a tudatot egy olyan állapotba visszahozzuk, ahol még nem különül el az érzékenység és az erő, és egy olyan tükörszerű tiszta állapotban legyen, hogy nem mozdul meg akármit lát, de azt jól látja. Hát azt akarják általában az emberek, hogy vagy ez a szuperérzékenység, és akkor ilyen cizellált, kis csipkézett világ, vagy pedig ez a jó kemény, és akkor nem érdekel, akkor ugye a közepibe, és akkor folyjon meg, repüljön meg, csattanjon, durranjon, és akkor az úgy. De világos, hogy sem az egyik szélsőség, sem a másik szélsőség valójában nem ad egészleges életélményt, mert vagy az érzékeny oldalról, vagy az erős oldalról, de figyelmeztetést kapsz, hogy valami hiányzik. Tehát, az érzékenységhez úgy párosulhat erő, hogy folyamatosan végzed azt a gyakorlatot, ami a tudatot a beleragadt tárgyaktól megszabadítja. Ezek azok a kényszerű emlékek, amiktől már te rég megszabadulnál, de még mindig benned van, mert valaki kondicionált téged. Keményen vagy lágyan, teljesen mindegy, de beidomítottak téged arra, hogy ez legyen. Vagy ez legyen. Vagy ez legyen. Oké? Okay? És ezt az idomítást, ezt a kondicionálást az ember viszi magában néha életeken keresztül, és a külvilág benyom egy gombot, aktiválja egy film segítségével, és akkor te vagy az érzékenység marionett figurája. Vagy az erőnek a tengerész gyalogosa. Tehát az a fontos, hogy az emberben meglegyen az az egyensúly, ami mondjuk a paradox segítségével fogalmazható meg, olyan gyöngéd, mint egy tolpihá, annyira szilárd, mint egy köbméter ólom, és annyira törhetetlen, mint a gyémánt. Ezt a tudat egyszerre tudja. Csak ki kell nevelni. Tréningezni, gyakorolni kell. De ha nem bírja a sok hatást, akkor ezen keresztül meg lehet törni. Nagyon keményen. Úgyhogy változhat egy csomó minden, és ez nem csak, hogy öregszünk. Néha öregek is tudnak teljesen hisztérikusak lenni, mert az érzékenységüket nem tudták erővé kovácsolni, és ehhez megfelelő tudati tréning kell, és a puszta sok terápia nem elég. Tehát ezt a sokkok ismétlődő sorozatával nem tudod megoldani, mert a sokkolásból, azok sorozatából csak egy neurotikus, depressziós, mániákus személyiség fog kikeveredni. Úgyhogy a megfelelő tudati, lelki gyakorlat az az erőt odavarázsolja az érzékenység mellé, és akkor a láncfűrész sem fog túl hangos lenni, de még mindig meghallod Johann Sebastiánt a hegedű versenyével.
Nekem is egy hasonló élményem van. Tudni kell, hogy nagyon félek a fulladástól, és nagyon sokáig nyakláncot és egyéb ilyen dolgokat sem voltam hajlandó nyakamba venni, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez mitől lehet, hogy ez hogy alakulhatott ki. És van nekem egy nagyon élénk gyerekkori emlékem. Öcsémmel, illetve édesanyámmal néztünk valami, fogalmam sincs milyen filmet, egy, talán valami katonai film lehetett, és egyetlen egy emlék maradt meg belőle, hogy egy katonai konvoj ment, és egy teherautóról szálltak le a katonák, és az egyiknek elvágták a torkát. És nekem ez ilyen nagyon élénken, de ez nagyjából ilyen 20 évvel ezelőtt történt, és a mai napig nagyon élénken benne van ez a kép, és nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy mitől lehet bennem ez a fulladás iránti viszolygás, hogy egyszerűen így, ha sávan sokáig a nyakomon, akkor nem viselem el. És amikor rájöttem erre, akkor elkezdtem tudatosan ellene dolgozni. És most, ahogy látható, sáv van rajtam, nyaklánc van rajtam, vastag sálakat hordok magamon, de nekem ezek évekbe tellettek, míg én ezt így tudatosan így átgörpítettem, hogy ez így lehet ezt csinálni, hogy ez nem károsít olyan szempontból, hogy kialakult benned egy ilyen görcs, amit valahol el is fogadott a lelked, a szervezetet, a tudatod, és akkor te ez ellen dolgozol. Tehát ez így meggyógyultam, úgymond, vagy nem is tudom, hogy tudnám ezt kifejezni, mert... Most azt a sálat látva a nyakadban valami sikerült. Akkor jó. mert ugyanúgy, és mellette meg nagyon szeretek úszni, de hogyha mondjuk sokáig vagyok, persze ez bárkinél előfordul, de ilyen borzasztó páni félelem van, és ha sokáig van rajtam sál, akkor is ugyanúgy elkezdem így húzogatni, mert érzem azt az érzést, hogy most akkor le kell vennem, mert különben megfulladok bár másodperc múlva. Csak akkor, hogyha tovább szeretnél ezen dolgozni úgy, hogy meg is oldódjék, akkor mondom. Tehát volt egy korábbi karma, nagyon valószínű, hogy valamelyik előző életben, hiszen nem ebben az életben akartak téged valami medencében ugye megfullasztani. Reméljük a korábbiakban sem, de valahonnan a fóbia kialakult. Amikor ez kialakult, az már egy tudattalan réteg. Teljesen mindegy, hogy melyik életben. Ez a tudatfelszín fölé szépen tolja az impulzust, hogy nehogy olyan helyzetbe kerülj, mint amikor ez megtörtént. Ezért dobod le magadról a sálat, meg ki a vízből, meg egyebek. Ezt hívjuk archetipikus emléknek. És amikor ez jön, akkor te megpróbálsz erre a tudatrétegre rárakni valamit, tehát te kondicionálod magad, hogy nem is kell attól a víztől félni. Nem is kell attól a sától félni. És ezt az ember évekig tolja magában, hogy átfordítsa ezt az impulzust, aminek viszont a gyökér oka még ott van. Tehát nem vetted ki, csak lefetted. Na most a zen pont az ellenkezőjét csinálja, ettől nem fogsz fulladozni, megígérem, de nem rétegzi le, hanem azt csinálja, hogy mint a tűszúrás, rákérdez, tehát nem elemez, nem rakja körbe gondolatokkal, nem csinál úgy, mint a méhek a kaptárba betört egérre, hogy agyon szúrják, aztán mély viasszal körbe, és valami elképesztően elszigetelik, mert a tudat ezt csinálja. Tehát szépen körbeveszi, enyhítő gondolatokkal, érzelmekkel, és bezárja, elszigetel, hogy a tudat többi részét, vagy a lélek más zugait ne fertőzhesse meg. Tehát ezt a borítást egy kérdés átfúrja, és rákérdez, hogy mi ez, honnan jön. És tovább, mi ez, honnan jön. Egyre mélyebbre, heteken, hónapokon keresztül, nem téveszted szem elől, nézed magadban a tévét. És csak ez az egy képkocka van? Mi ez? Honnan jön? És körbe fogja rajzolni a valódi okozati mátrixát, azt, amiért valójában ott van. És amikor ez megtörténik, akkor az azonosulást megszünteted, a jó és a rossz reaktív tudatát megszünteted, az energiát kivetted belőle, és ekkor megszűnik. Tehát ezt teljesen át lehet változtatni, a magad sorsa ura vagy, statisztikai valószínűségekkel egyben. Tehát, hogyha valaki elképesztő hegedűművész tehetséget hozott le, akkor nagyon valószínű, hogy az lesz. De mindig összetörheti a Stradivárit, és mindig ledobhatja a vonót a kezéből. Mindig felcserélheti zongorára, és elmehet takarítani egy nagyvállalathoz. Bármikor megcsinálhatja.
Csak lehet, hogy ritmusban és partitúrával fog takarítani. Tudod? Mert a hegedű verseny az ott megy a háttérben. Egyéb kérdés? Ez igazából nem konkrétan kérdés, csak így a szabad akarat többször felmerült, és ha már a Tolkiennal való párhuzamokról van szó, akkor ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy ugye ez mindig egy kicsit nehezen magyarázható rész, hogy mi a különbség az emberek és a tündék szabad akarata között, hogy ugye van egy ilyen mondat, hogy az embereknek az ajándékának a része az a szabad akarat, miközben ugye látjuk azt a történetben, hogy a tündék sem úgy néznek ki, mint akiknek bárki megmondani, hogy mit csinálnak, nem elég sok hülyeséget csinálnak a saját fejük után. És hogy ugye, hogy az embereknek a szabad akarata az ugye azból van összefüggésben, hogy ők nincsenek hozzákötve a világ köreihez, hanem egy élet leélése után innen eltávoznak, míg a tündék itt maradnak. És csak ezt a témát akartam. Hát nagyon jót mondtál. A helyzet az, hogy van egy olyan hanvasi mondat, amit ugye ő Coventry Patmore-tól idéz, hogy csak az örökké valóságra érdemes berendezkedni. Na most a tündék szabad akarata úgy tűnik, hogy az örökké valóság fényét viseli magán, hiszen ők tényleg ugye Valinorból különböző áttételeken keresztül, jeges, nem jeges, ugye, eljutottak olyan létrétegekig, létszférákig, hogy ugye közvetlenül az atya jobbján élő szindáktól az erdő tündékig mindenki van, tehát be van szépen rétegezve. És hogy szabad akarat az milyen erősen működik, Feanor óta nagyon. Tehát olyan elképesztő prométeuszi mítosz van beletéve, hogy kacsalában forog. Úgyhogy persze, ha egyéni inkarnáció van, akkor van szabad akarat is. A szabad akarat és önálló identitás érzés nélkül nincs egyéni inkarnáció. Az, hogy Tolkien miért írta azt, hogy ugye az emberek távozás után ugye várnak, hát itt van benne egy kicsit a feltámadás mítosz, hogy ugye leélik ezt az életet, és utána nincs további újraszületés. Ez egy olyan dolog, amit ő így rendezett, de azért tudjuk, hogy van. Tehát ha közös nevezőre hozzuk, akkor mindenki visszatér egész addig, amíg karmikus házi feladata van, amíg vállalásai vannak, ember is, tünde is, hogyha így szabad egy kicsit a buddhizmus párhuzamával élni. De a két időszemlélet nagyon más. Nem akarom átírni, amit az ős mítosz költő írt, de hogyha a törvényszerűségeket nézed, akkor amíg karma van, addig van újra születés is. Tehát kívülről azt nem oldhatja meg senki. Aki esetleg az útjára indította, az sem. Mert azzal, hogy önállóságot adott neked, azzal, hogy te mint egyén szabad akarattal döntesz, onnantól kezdve az életed és a halálod is ezen döntéssorozat eredménye. Tehát az újra születésed is. Oké? Ez legalábbis zen vagy buddhista szempontból eléggé nyilvánvaló. Az egyszerű okozatiság, amit az előző kérdésre mondtam. Tehát az, hogy milyen időtávban gondolkodunk, hogy van egy relatív halhatatlanság, tehát meg lehet őket ölni, de egyébként halhatatlanok lennének, vagy pedig van ugye az ember életében egy olyan elképesztően rövid időszak, ez a 70-80 év, és az is milyen, és azután pedig kész, tehát sokkal magasabb lángon, sokkal nagyobb kínnal, sokkal múlandóbban ég az ember élete a tündékhez képest. És ez megmutatkozik az építményeikben, a mentalitásukban, mindenben. Mindenben. Ahogy egymáshoz viszonyulnak, mindenben. Mondtam is. Én inkább reagálnék én is, most nem kérdésem van, hogy nyilván ez egy érdekes, mindig érdekes összevetni a buddhizmust és Tolkien műveit, hiszen azért Tolkien egy nagyon erősen ilyen katolikus felfogásban készítette a műveit. Volt egy tanítványom az egyetemen, aki ugye az egyetemen a kurzust el lehet végezni úgy, hogy dolgozatot ír a hallgató, és nem vizsgázni jön. Viszont már óvatos vagyok, mert nagyon sok rossz dolgozat született, hogy általában megkérem a hallgatókat, hogy először meséljék el a témát, és majd én eldöntöm, hogy akkor ebből lehet egyáltalán jó dolgozatot írni, vagy nem. És egyik hallgató jött azzal, hogy ő a buddhizmus és a
Tolkien kapcsolatáról szeretne, Tolkien világ kapcsolatáról szeretne írni, és mondtam neki, ez nem fog sikerülni biztosan. Nem, ebből nem fog összejönni egy olyan dolgozat, amit valami hülyeségeket fog írni, meg ilyen látszat párhuzamokat elő fog venni. És ennek ellenére egy nagyon, nagyon jó dolgozatot írt, és akkor kapott egy szép ötöst. És azóta gondolkodom ezen, hogy nyilván annak ellenére, hogy Tolkien nem a buddhista nézőpontból nézte ezt a dolgot, sőt, kimondottan beletett olyan dolgokat, amik hangsúlyozottan a katolikus nézőpontot erősítették tetejébe, néha még azokat is, amik az eltérések jelentősek, de ennek ellenére pont ez a példa, amit Meta mondott, ez mutatja, hogy a lényeget tekintve ez azért nem sikerült neki, tehát ez az alapok megvannak, hiszen ugye Tolkien azért ezt a reinkarnációt a tündéknél és a reinkarnáció hiányát az embereknél, ezt egy relatíve hangsúlyos dolognak gondolta, de például a szabad akarat szempontjából soha nem a reinkarnációt hangsúlyozta ebből persze, a szempontból, persze. Hanem a különbség ott volt, hogy az embereknek egyáltalán a lehetőség megvan, hogy kilépjenek ebből a világból, felülemelkedjenek a ugye katolikusoknál csak egy evilági szférából, a buddhistáknál mondjuk 6 világon, és valahogy eljussanak valami olyan állapotba, olyan helyre, ami kívül van ezen, vagy túl van ezen a dolgon, és a tündéktől pedig meg van tagadva ez a lehetőség. És ugye ő mindig azzal azt próbálta meg elérni, hogy bármennyire vonzónak tűnik a tündéknek az életformája, ők pont a lényegtől vannak elzárva, attól, hogy nem léphetnek ki a világból, az ember meg igen, és ez a kilépés pont, ez meg annyira buddhista, tehát annyira mérhetetlenül a lényeget érinti, hogy és pont a szabad akaratot. Tehát pontosan azt mondja, hogy a valódi szabad akarat csak abból származhat, hogyha az a végső döntése is megvan az embernek, hogy túllép a világon. Pontosan. Anélkül transzcendens szférát nem lehet gyakorolni, hogy te ne akard meghaladni a keletkezett világot, és nota bene, ugye ki van az egyensúlyozva annyira, hogy a tündék tudatformája olyan, hogy az általuk teremtett világ, Rivendell, Lórián, stb., az azért nagyon élhető. Eléggé fönntartható az a homeosztázis, ami ott van, és ne legyen olyan ember, hogy így, jaj, de gyönyörű, és akkor én is. Viszont van egy olyan megfontolás, hogyha túl jó a karmád, akkor nem akarsz kilépni belőle. Tehát pont az isteni lét az, aminek le kell születni fizikai testbe ahhoz, hogy a megszabadulást elérje, mert a puszta isteni lét túl jó ahhoz, hogy onnan te ki akar lépni, bár az is mulandó, az is feltételhez kötött, stb. És én azt gondolom, hogy tényleg a katolikus alapok azok nagyon ott vannak, mert hogy ne lennének ott, de az úgynevezett kiterjesztett vagy nyitott határú ugye, mitológiát látom itt, pontosan ezért, mert nagyon szépen a reinkarnáció is bele van csempészve, illetve az Isten fogalom az annyira személytelenített, hogy semmit nem tudsz róla attribútumban. Csak manifestációja van. Csak képviselete van. Csak sokszorozódása van. És a sokszorozódásban ugye jön a tipikus második, amikor egy ellenprincipium jön be, és onnan indul a dualisztikus játék. És ez a kozmikus tánc, ez másképp nem menne, csak milliárdnyi teremtmény által. Viszont a primér ágensről nagyon keveset tudsz, csak azt tudod, hogy van. És utána szépen emanálódik, megtestesül, létrehozza a különböző ugye, létszférákat, és ugyan nincs komoly panteista elem benne, de azért ott ketyeg az is mögötte. A panteizmus a nyugati gondolkodásmódban, vagy vallásos ugye, formák közül a leginkább közel áll a Mahajánához, ahol azt mondja, hogy minden lényben benne van a megvilágosodás természete, ezt hívjuk Buddha természetnek, Bodhicittának, Bulsong, akárhogy nevezed, és ennek a tapasztalása az, ami az úton vezet. Tehát ez az a kis üvegcse, ami ott a sötétben téged vezet, a saját Buddha természetednek a fénye. Az a látás, ami korlátozott vagy kiterjesztett mértékben, de minden lénynek megadatik, egyszerűen azért, mert érzékszervhez kötött tudat, és az érzékszervi tapasztalásból ébred föl. És ez a fölébredés, ez valami elképesztő erejű, annyira,
hogy amikor ugye a Silmariloknak a mítosz fűzérét, vagy történet fűzérét nézett, az egyik legdermesztőbb az, amikor melyikor elalszik a zeneszóra, és le lehet a koronájáról venni egy Silmarilt. Persze ott is van hiba, mert megcsúszik a penge, meg stb. De hogy zeneszóra az egész el tud aludni, úgy, ahogy van. És utána pedig felébred. Tehát az, hogy milyen elképesztő erejű az ember látása, és mennyire handicap anélkül, mennyire tehetetlen vagy anélkül a látás nélkül, itt is ez a Dávid Góliát, tehát ez a helyzet ugye mutatta, és nagyon, nagyon elemi erejű és átütő. Még tovább? Nekem még az jutott eszembe, hogy ugye ezt a bumerángot, amikor eldobjuk, ezt hol lehet felismerni? Tehát, ha én ma, hogy olyat örök. Oké. Kicsit konkrétabban, ha valamit teszek valakivel, ennek a negatív hatását, mikor jó szándékból is indult, tudjuk, a pokolba vezető út is jó szándéka van kikövezve, hogy mondják, hogy ezt hogy lehet igazából felismerni, hogyha valamit te úgy véled, hogy ez jó, de neki mégsem jó, és ezzel olyan hatást eszközölsz majd, ami később visszaad rá is, meg rá is. Hát nagyjából úgy tudsz ennek neki kezdeni, hogy nem a te véleményed számít. Második, hogy nagyon jól kell látni, hallani, érzékelni, hogy a másikban mi megy végbe. Ez egy alapvető együttérzés gyakorlat. Az első lépés feltétele a másodiknak. Amíg neked konkrét, abszolút értékű véleményed van, addig együttérzés sincs. Addig nem látod meg a másikat, nem hallod meg a másikat. Harmadik, lásd meg az okozati síkot, tehát az ok és okozat hogy működik együtt. És ezek után tudsz igazítani, hogy tényleg az történjen, amit akarsz, és a jó szándék ne a pokolba vezessen. Az Zenben van egy ilyen mondás, hogy ha valaki éhes, adj neki enni, ha valaki szomjas, adj neki inni. De a pokolba vezető út az úgy működik, hogy ha valaki éhes, akkor is megitatod, és fulladásig. És ha valaki szomjas, akkor meg akarod tömni a gyomrát. Na, így szoktunk a pokolra jutni, és vinni másokat. Úgyhogy ennek az egésznek van több címszava, de az egyik az, hogy ítéletmentes magatartás, egyenletes tisztánlátás, és az az erő, amivel elviseled azt, amit látsz. És akkor sikerül. Egyéb kérdés? Én visszaugranék kicsit az elejére, hogy mondtad, hogy a zen buddhizmusban nem igazán van mítosz, mert a jelenre fókuszál és a jelen döntéseire. Ugyanakkor, hogy neked nagyon valami, úgy mondtad, hogy útmutatást jelentnek Tolkien művei, hogy akkor tudnál egy kicsit még erről beszélni, hogy hogyan tudod használni, vagy nekem ebből az jött le, hogy akkor a döntésben mégis valamilyen módon támpontot nyújt mondjuk egy mítosz, mondjuk Tolkien művei, vagy hogy... A mítosz akkor jó, hogyha lehetőséget ad arra, hogy meghaladd a mítoszt magát, és nem zár be saját magába, és a Tolkieni világ maximálisan ilyen több fantasztikus, transzcendens kiáratot találva, nem csak a végzett hegyét, hanem egyebet is. De az azért kikerülhetetlen. Tehát a saját sorsod, a saját utad meglátása, az illuzórikus egoitás elégetése nélkül az nem megy. Tehát a képzetes énnek, az illuzórikus személyiségnek valahol meg kell halni ahhoz, hogy igazi önmagadra fölébredj. Ez kikerülhetetlen. És világos az, hogy nem is a jelenben, hanem a pillanatban. A pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő, és ebben van a zen lényege. Ez így van, ahogy mondtad. De amikor az ember tündérmesékkel kezd tínédzser korában, akkor egyáltalán nem látja, hogy a későbbi útja merre vezet. Ha jól választ tündérmesét, akkor a tündérmesé segíthet ebben. És azért vagyok hálás nagyon Tolkiennek, mert ő pontosan segített ahhoz, hogy ő általa, és Hanvas Béla, és egyéb ugye, katalitikus személyek eljussak a zenhez. És most már nem a Gyűrűk urának különböző részeiben keresem magamat, hanem lehetnék akárhol is, de már azt az iskolát kijártam. És nagyon jó visszatekinteni rá, és nagyon jó egy más szemszögből megnézni, és átforgatni magamban az egészet. Én évekig olvastam ezeket.
És azért, hogy pontosan minden szögből lássam, és átmenjen rajtam az egész, és kitisztítson. Tehát kiderült az, hogy én nagyon másképp láttam magam, mondjuk 19 éves koromban a regény kontextusában, mondjuk a Gyűrűk ura kontextusában, hogy én kinek képzeltem magam benne, és engem kinek láttak benne. És a kettő nagyon nem egyezett. Érted? És ekkor van az, hogy akit képzelsz magadnak, és akinek lát a világ, minél nagyobb különbség van, annál erősebb illúzióvilágban élsz. Ez ugye világos. És az ember ekkor szokott csattanni. Tehát amikor túl nagy a különbség a vágy és a valóság között, akkor egy kemény megpróbáltatás össze tud zúzni. Mert nincs helyes önképed. Nem annak hiszed magad, aki valójában vagy. És ekkor egy-egy pofon az nem olyan, hogy a fal adja a másikat, a harmadikat és a negyediket is a fal adja. Nagyon kemény. Mondd. Akkor ilyenkor mi a következő lépés? Megnézni azt, hogy hogy lehetsz jobban az, aki akarsz lenni, vagy megnézni azt, hogy lehet, hogy igazából másnak kéne akarnod lenni az alapján, aki vagy. Én egy harmadikat javaslom. A javaslatom pedig az, hogy nézd meg, hogy ki vagy most valójában. És ezért van a zenben ez az alapkérdés, koreul huadu, a jelenségek gyökere, a belső jelenségek gyökere is, meg a külső is. Szó szerint mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, érez, cselekszik? Mi ez? Mi az, ami látja ezt az egészet? Mi az, ami teszi ezt az egészet, és a többi? És amikor ezt a kérdést fölteszed, az összes személyiség réteged, az összes ideád, az összes elképzelésed, az összes egoelemed minden kirajzolódik. Csak merd látni. És ez a kérdésfeltevés az, ami megszabadít az ideáktól, és valóban eszközzé teszi az ilyen mítoszokat, és nem pedig pusztán tündérmesévé. Tehát ez a kérdésfeltevés, hogy mi ez, vagy mi vagyok. A ki az már egy feltételezés. Az már egy projektált személyiség. Hogy mi vagyok. Az nagyon segít ahhoz, hogy se alá, se fölé ne árazd magad. Az alábecsülés ugyanolyan rossz, mint a túlbecsülés. Úgyhogy ez a fajta realitásgyakorlat, ez azért jó, mert például a tolkieni mítoszhoz visszatérve, ott szélső helyzetek meg vannak határozva nagyon. Szélsőségesen magas, alacsony, jó és rossz karakterek fel vannak rajzolva. És látod, hogy ezen szélsőségek egyikével sem vagy azonos. Mondjuk elolvasod, biztos, hogy nem te vagy legfölül, vagy legalul. Ezért gyönyörű. Tehát mentálisan, történetileg, képzeletben a határokat annyira kitolja, hogy te azokat a határokat már nem akarod, nem tudod átlépni, mert nem tudsz elképzelni egy ennél nagyobb univerzumot, egy ennél nagyobb istenséget, egy ennél rosszabb ellenistenséget, stb. És ugyanígy nem tudsz kisebbet, alacsonyabbat elképzelni, mint mondjuk egy törp vagy egy hobbit, és nem tudsz egy magasabb rendű keletkezett lényt, mint mondjuk egy maját, stb. Úgyhogy ezen szélsőségek között te elhelyezed magad, és akkor elindul a reality check, az a játék, hogy te megtudd, hogy valójában ki vagy. És ehhez ez a referencia keret, vagy háttér, amit a mítoszok nyújtanak, nagyon jók. Szimbólumok, mítoszok nagyon sokat segíthetnek, mindaddig, amíg feleslegessé nem válnak. A Buddha ezt úgy mondta, fogd fel a tanítást, mint egy tutajt, ami átvisz egyik partról a másikra. És hogyha már átmentél egyik partról a másikra, akkor a tutajt nyugodtan a parton hagyhatod, és aztán mehetsz a földön tutaj nélkül. Említetted az imént a Miki kérdésénél az ítéletmentességet. Bizony. Ami... Tehát élhetünk-e teljesen ítéletmentesen? Vannak bizonyos helyzetek, amikor ugye ki kell állnunk valami mellett, vagy valami ellen. Ezt ítélet nélkül nem nagyon lehet megtenni. Valóban? Mert ha egy... Nem, most próbálok valami nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolgot. És valami bennünket most úgy általánosan érintő dolgot mondani,
Tehát, hogy kicsit közhelyes lesz, de vegyük mondjuk a Boko Haramnak a tetteit, amit ugye mi itt Európában, mivel ezek erőszakos tettek és emberéletek kiirtására irányulnak, legalábbis az, amit mi látunk belőle, mi ezt itt Európában természetesen elítéljük, mert és nem csupán azért, mert embereket ölnek meg, hanem azért is, amilyen módon teszik, hogy védekezni képtelen embereket családi házaikból, éttermekből, iskolákból visznek el. Ebben az esetben, amikor ugye teljesen természetesen kiállunk amellett, gondolom, hogy itt most akár mindenki nevében szólhatok, hogy ez helytelen. És akkor ebben a pillanatban itt már megjelenik az is, hogy mondok egy véleményt róla, alkotok egy ítéletet. Az ítéletalkotásnak is sok foka van, és én javaslom azt, hogy legyünk tiszta megkülönböztető tudatossággal, különböztessük meg magunkat ezektől az emberektől, akik ilyen atrocitásokat hajtanak végre. Nyilvánítsuk ki, hogy ők nem mi vagyunk, és mi nem ők. Mi nem követünk el ilyen tetteket, mert ezzel nem értünk egyet, nem óhajtunk szenvedést okozni, más irányt veszünk föl. A jó és a rossz fogalma az azért itt alkalmazhatatlan, mert ő szerintük mi vagyunk a rosszak, és a teljesen despota és lezüllött és depressziós nyugati társadalom. Szerintünk meg ők a rosszak, a borzalmasok, a gyilkolók, az elevenen elégetők és a többi. Amíg a jót és a rosszat hányjuk egymás szemére, addig a valóságos megkülönböztetésekkel nem tudunk élni, mert a vélemények eltakarják a tényeket. Tehát nyugodtan lehet ítélkezni, csak nem vezet sehova. Tehát most tényleg a legmagasabbhoz fohászkodom, amikor azt a mondatot idézem, hogy atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekszenek. Tehát amikor ő rálátott és ráláttatott ezzel arra, hogy az emberi téves nézeteknek és az ebből fakadó dűnek és kapzsiságnak végtelen a birodalma, ebből csak úgy tudsz kijönni, hogyha nem ragaszkodsz hozzá a jó vagy rossz véleményeddel, de a megkülönböztető tudatosságoddal elválasztod magad, mert ők azt az irányt követik, azokat a cselekedeteket hajtják végre, mi pedig nem. És ez a megkülönböztetés létfontosságú, mint ahogy az ítéletalkotás szerintem kontraproduktív és nem vezet előre. A kölcsönös véleményalkotásból még kreatív, szabad, normális előrelépés soha nem született. Ez viszont egy egyszerű tény. Tehát lehet ítéletet alkotni, és különösen ilyen extrém helyzetekben 100-ból 99 ember az, hogy nem tudod ezt rossznak nevezni? Tudnám, de nem teszem. És nem azért, mert egyetértek vele, hanem azért, mert a rossznak való ugye, besározás nem tárja föl azokat a valós borzalmakat, amik tényszerűen ott megtörténtek. Még csak nem is címzi meg. Tehát tényszerűen kockáról kockára meg kell nézni, hogy ott mi történik. És az sokkal szörnyűbb, mint csak rámondani, hogy rossz, vagy ördögi. Tehát a vélemények ne takarják el a tényeket, még akkor is, ha a tények jobban fájnak. És a tiszta megkülönböztető tudatossággal más irányt választhatsz, más úton indulhatsz, és erre nagyon szükség van. Azért, hogy lásd ezt a tudatmodellt, a buddhizmus az emberi pszichofizikumot 8 szintre osztja, az első 5 az 5 fizikai érzékszer, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A 6. az a tudatos gondolkodás, mert az agykérget is érzékszernek fogja fel, és nem is oktalanul. A 7. az a megkülönböztető tudatosság, és a 8. pedig a tárház tudat. A tárház az a memória, rövid és hosszú távú egyaránt. A 7. beszéljünk, mert ott van a megkülönböztetés és ítéletalkotás egyszerre. Ha helyesen működik a 7., akkor megkülönböztetsz mindent, hiszen semmi nem azonos. Ez és ez nem azonos. Mi a különbség? 2 másodperc. És még egy kis kinetika, mert ugyanúgy nem tudsz ütni a borta. Jó? Tehát semmi sem azonos, ami jelenségként megkülönböztethető.
De inherensen, lényegileg egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. De az okozatiságban vállalt szerepe mindegyiknek más. Teljesen. Tehát ha a hetes tudatosság jól működik, akkor mindent meg tudsz különböztetni, ez bizony intelligencia kérdés. Gondolatilag, érzelmileg, egyéb ugye, érzékterületeken is. De az ítéletalkotás ugyanott születik. Egy túlvezérelt, illuzórikus identitás vagy énség, egoitás alapú valami. És hogyha ezt kiveszed belőle, akkor marad a tisztán látás és a tiszta megkülönböztetés. Akkor a vélemények nem kellenek, és a tények bőségesen elegek. Azt mondtad, hogy megszüntetted a fizikai ingert, és megszűntek a problémák. Lehetséges-e az, hogy a fizikai inger megszüntetése nélkül is megszüntessük a problémát? Sokkal nagyobb munka. Hát gyakorló legyen a talpán, aki azt megcsinálja. Lehet. Ezért ekkora mazohizmus ne vállaljunk be, tehát... Nem ütök, tudod? Nem ütök. Szívesen. Azt remélem, hogy sikerül a szövevényes gondolatok kusza bakacsi erdejéből kijönni, mert ott csak a nagyon komoly pókhálók, a befejezetlen konklúziók pókhálói vannak, és az ember be tudja tekerni oda magát sok-sok évre, és ott szárad. És az nem jó. Tehát tényleg néha kicsit föl kell mászni a lombkorona föl, és így körülnézni, hogy merre van a hegység? Ott a tó. Tehát egy kicsit szabaduljunk meg attól a gondolkodástól, ami tényleg tud véleményeket is alkotni, tud viszonyokat is teremteni, és tud tényeket is látni, illetve reflektálni. Meg tudod tölteni a szavakat jelentéssel, és ki is tudod venni belőle. Mit akarsz? Tehát egy gyöngét projekció helyett egy erős realitás kellene. És ekkor minden a helyén van. A tényeket tényeknek látod, az egyszerű érzékeléseket egyszerű érzékelésekként látod, a véleményeket pedig véleményekként. A viszonyokat pedig viszonyokként. Jó? Tulajdonképpen tényleg egy utolsó és nagyon egyszerű kérdés, amikor ide bejöttem, körbenéztem, úgy felmerült, és gondoltam, hogy mielőtt kimegyek, megkérdezem. Mi ez? Az, kérlek szépen, a Surangama mantrának az egyik leghosszabb és legerősebb dáraninak, azaz ráolvasásnak, a Siddham Sanskrit és koreai változata. Tathagatosni samsittatapatram aparajitam pratyangiram dharani Namo sarva tathagata sugataya arhata samyak sambhutaya Namo sarva tathagata kutiyushnesha Namo sarva buddha bodhisattvavya Namo saptanam samyak sambhuta kutinam sashravaka sanghanam Namo loka arhantanam Namo srutapannanam Namo sakridagaminam Namo anagaminam Namo loka samyagattanam samyapratipannanam Namo ratnatraya Namo Bhagavate Dvita Surasena Praharana Rajaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Akshubhyaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Vaishajiya Guru Vaidurya Praparajaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Sampushpita Savendra Rajaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Bhagavate Ratnakusuma Keturajaya Tathagataya Arhata Samyak Sambhutaya Namo Devarishinam Namo Siddha Vidyadharanam Namo Siddha Vidyadhara Rishinam Shapanugraha Samartanam. Megköszönöm mindenkinek a fantasztikus kérdéseket, és örülök, hogy eljöttetek így. Folytassuk tovább akkor már informálisan. Köszönöm szépen.